Rózsa Endre, Öné a szó című lakossági fórum sorozatának november 19-i állomása Mezőhék volt. A beszélgetésen részt vett Mezőhék község polgármestere, Fóris Ágnes Karolina és Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő is. Polgármester asszonyra beszélgettünk előtte, és hát én most majdnem azt mondom, szinte hazajöttem, hogy én mondja, hogy 365 település, mi most már 387 jött lakosa van a szülőfalunknak, valami 500 fölött volt, ahol nyilván megvan nekem is a kötődés, és nem ez az érdekes, hanem ott is Táncsis Mihály TSZ volt, meg nálunk is, az a különbség ott megvan még. Tehát, ott megvan? Megvan, igen. Két, annyi különbséggel, hogy 3 évvel ezelőtt részvénytársaság lett, átalakult, de 200 tulajdonossal, tehát senkire nem lehet 5%-nál több. Tehát majdnem megmaradtunk TSZ-nek, csak úgy láttuk, hogy egy kicsit a... és hozzáteszem, minden juttatást meghagytunk, ami TSZ időkben volt. Tehát ugyanúgy a, most nem földjáradékot adunk, hanem rossz talékot, de azt mondjuk meg. Tehát senki nem járt rosszabbul. Hozzáteszem, én ott nem dolgoztam soha, tehát egy percet se. Most én ülök a felügyelő bizottságban, a tulajdonosoknak a megbizottja, a külsős tulajdonosoknak, már külső tulajdon részem van abban azon a birtokon. És hát én nagyon büszke vagyok rá, hogy apám ott 32 évig volt elnök, és a mai napig majdnem 190 embernek van megélhetést, és nem rossz megélhetést szeretném jelezni. Na most én ebből indítom, amikor a vidékpolitikáról, meg a vidékfejlesztésről beszélgetünk, én mindig abból indulok ki, hogy mi a cél? Nyilván az a cél, hogy az a földterület, ami egy országban, vagy akár egy nagyobb térség, vagy egy kisebb térség van, minél több embernek adjon megélhetést. Ugye valamikor, amikor mindent kézzel csináltak, az nem volt kérdés, mert akkor a falu határa is tartotta a falut. Amikor bejött a modernizáció, ugye akkor el kellett kezdeni gondolkodni, mondjuk 70-es években, hogy ugye a százas istáló helyett szakosított telep lett, a MTZ meg a román traktor helyett, hogy a John Deere lett, légkondi és kombájn, én ilyenbe kezdtem alakni, pontosabban még SK3-assal, meg 4-essel, de aztán igazán, amikor már hogy fénykoromban, akkor már John Deere-ra mentünk. De érdekes módon az a társadalmi berendezkedés nyilván sokkal könnyebben, mert azokból ugye nagyjából teljes körű állami irányítás volt, azért ezt mondja lehet, nem engedte el a vidék kezét, és nem mondta azt, hogy jó, hát akkor most felszabadul egy csomó ember az állattenyésztésből, vagy éppen a növénytermesztésből, mert sokkal kevesebb ember kell, hanem azt mondták, hogy jó, akkor ezeknek a gazdaságoknak, ezek lehettek állami gazdaságok vagy szövetkezetek, a bázisán valamilyen egyéb foglalkoztatási lehetőséget biztosít. Na most, hogy akkor kezdődött el érdeme Magyarországon a háztájgazdálkodás, annak a segítése és a felvásárló rendszernek a kiépítése, illetve akkor kezdődött el a melléküzemágaknak a rendszere. Na most én azt gondolom, hogy ha egy ország eljut, el tudott jutni az agráriumával, meg a vidék fejlesztésével olyan szintre, hogy a világon a 6. helyen volt hozamunkban és kapacitás kihasználásban, akkor nem lehet másra törekedni, mint valami hasonlóra. Tehát ez az ország, ez lényegesen többre képes, mint amit ki tudunk hozni belőle. A sorozat célja, hogy a helyben élők elmondhassák véleményüket a problémáikról, lehetőségeikről. Az MSZP-s országgyűlési képviselőjelölt célja, hogy a már elkészült programjába szervesen be tudja illeszteni a helyben, kistérségben fontos dolgokat, így 2014 elején a választási programot úgy tudja megjelentetni, hogy abban helyet kapnak a kisembert érintő problémák megoldásai is.